Kedves nézőink, az idei szezonnyitás olyan gyorsan jött itt a Kacsás Tavon, hogy arra nem volt időnk, hogy egy beharangozó beszélgetést készítsünk Risz László tóüzemeltetőjével, viszont semmiről nem maradtunk le, hiszen a hétvégi horgászversennyel kapcsolatosan, és úgy egyébként is a Horgász Egyesület életével kapcsolatosan beszélgetünk most Fejes László egyesületi elnökkel. Laci, érjünk vissza egy kicsit az előző évhez. Milyen évet zártatok, milyen volt a szezon? Először is köszöntöm a kedves tévénézőket. A tavalyi évet gazdaságilag jól zártuk, tehát jó eredménnyel zártuk. Horgászat szempontjából is úgy gondolom, hogy az egyesületi verseny az sikeres volt, egyéb rendezvényeink, munkálatok is sikeresen lezajlódtak. Tavalyi évben a Kacsástónak az üzemeltetési szerződése lejárt, ezért meg kellett újítani, illetve új pályázatot kellett kiírni. A közgyűlés úgy döntött tavalyi évben, hogy pályáztatás nélkül továbbra is Risz László üzemeltesse tovább a tavat. Ezt a kialakított szerződést az idei közgyűlés egyhangulag jóvá hagyta. Többször beszélgettünk már arról, hogy tényleg nagyon rendezett a tó környéke. Van benne hal, szívesen jönnek a horgászok, talán ez is motivált benneteket arra, hogy maradjon meg a régi üzemeltető? Természetesen ez volt a legfontosabb szempont, ugyanis a horgász akkor boldog, hogyha van hal, és rendes, tiszta környezetben tudja ezt a halat megfogni, illetve az idejét, szabad idejét eltölteni. Tudsz valami fogásátlagot, hogy nagyjából mennyi volt az a súly, amit a Horgász Egyesületi tagoknak sikerült kifogni az elmúlt évben? Konkrét adatokat nem tudok így lebontva, de több mint 50 mázsa hal fogyott tudomásom szerint. Akkor nézzük az idei évet. Elkezdődtek a versenykiírások, elkezdődtek az idei év tervezgetései. Mi vár azokra, akik ide látogatnak a Kacsásra? Szombaton, május 21-én szombaton tartjuk az egyesületi horgászversenyt. A közgyűlés döntése értelmében ismét egybe tartjuk meg a fenekezős és az úszós horgászversenyt. Korábbi évek tapasztalatából kiindulva, mivel hogy a úszós versenyre nagyon kevesen szoktak jelentkezni, ezért így egy alkalommal, hogy a gyerekhorgászoknak is meglegyen a nagy horgászversennyel a megmérettetésük, ezért így egy alkalmat tartunk, egy nagy horgászversenynapot tartunk. Ha már közgyűlés, februárban tartottátok a szokásos évi közgyűléseteket, volt-e tisztújítás? Igen, ebben az évben járt le, és ezért új tisztségviselőket kellett választani, ami ezen a februári közgyűlésen meg is történt. Nagyjából maradtak a tagok, tehát... Konkrétan az Máté István maradt az egyesület titkára, Vámosi József és Holoda István lett az elnökségi tag. Azért gondolkoztam, mert idéntől már elnökségi tagnak nevezzük, nem vezetőségi tagnak, illetve én lettem az elnöke. A bizottsági tagokat, azokat nem szeretném most felsorolni, az egyesület honlapján megtekintetik. Tényleg létszámilag hogy álltok most? Körülbelül 700 fő az egyesület tagsága. Ugye a megyében a második legnagyobb egyesület vagyunk. Szóltatottátok az ülést, a focipályán is tömve volt? Végre egyszer tömve van. Olyan sokan nem jönnek el a közgyűlésre sose, hogy stadiont kelljen kibérelni. A polgármesteri hivatal házasságkötő termében tartottuk. Volt esetleg az alapszabályban valamilyen módosítás, ami érdekelti a nézőket? Semmi olyan konkrét lényegi változás nem történt. Gyakorlatilag a jogszabályváltozásoknak megfelelő változtatást végeztük csak el az alapszabályban. Ahogy Fejes László egyesületi elnöktől hallhattuk, az egyesület titkára Máté István, aki arról fog most beszélni, hogy milyen versenyek, illetve rendezvények várhatók ebben az évben. Hát először is az egyesületünk házi verseny, amiről már Laci szólt. Következő versenyünk lesz, amit ugye az üzemeltető szervez, rendez, az a 24 órás kacsáskupa. Az pedig június 3-án és 4-én lesz, 24 órában megtartva. Lesz megyei rendezési horgásztáborunk, ami... Erről bővebbet, mert tudom, hogy voltunk már egyszer kint, akkor teljesen kis legénykék voltak kint. Most is hasonló korosztálynak szervezitek, vagy most idősebbek is részt vettek? Most 8-tól 15 éves korosztályra számítunk, nekik szeretnénk megrendezni.
Ez egy ötnapos tábor lenne, hétfőtől péntekig. Mettől meddig konkrétan? Nézd meg a papírt nyugodtan. Jó, azt mondja ez június, hol van? Július 4-től 8-áig lesz. Az elhelyezés az a táborban lesz, az ifjúsági táborban. A programok nagy része az itt a tóparton fog zajlani. Remélhetőleg az idő majd nem befolyásolja. Jelentkezni hol lehet? Valamint annyi, hogy esetleg mennyibe kerül a részvételi díj? A részvételi díj az 12.000 forint a helyi tagoknak. Ha máshonnan érkezik hozzánk esetlegesen jelentkező, azoknak 15.000 forint per fő. Ez benne foglaltatik a szállás, étkezés, strand, belépő, ilyenek. Meddig lehet jelentkezni? Jelentkezni lehet június 24-éig az elnöknél, az e-mail címén, valamint a horgászboltban egy jelentkezés lap kitöltésével. Hány főt vártok? Hát szeretnénk minél többet, amennyivel még elboldogulunk.